Köszöntöm nézőinket, önök a nagyítás látják a Pécs TV csatornáján. Mai vendégemet régóta ismerem, de bizonyára nem úgy, ahogy ma ismert. A Pécsi éjszaka jellegzetes, kedves, de néha félelmetes alakja volt ő, aki kivételes képességeit a harc, a bunyó terén, finoman fogalmazva sem mindig a leghelyesebb módon kamatoztatta. Mondjuk úgy, hogy a balhia minden napja tartozott. Legendásan híres volt arról is, hogy nem csak gyors és igen erős, de azért is nehéz eset volt legyőzni, mert gyakorlatilag mindig felállt minden pofon után. Ezt a kitartást, a mindig talpraállás képességét ma már egészen másként kamatoztatja. 2011 óta egy sportklubot irányít, ahol edzőként Kick KickBox, K1 versenyzőket képez. Gyerekekkel foglalkozik. A gyerekek imádják, és ő is a gyerekeket. Hát így szép a mese, így lesz a balhés srácból, majdhogy nem pedagógus, a rablóból pandúr. Horváth László a neve, de mindenki csak úgy ismeri, Füles. Ő lesz a mai vendégem, tartsanak velünk. A harcos nem attól harcos, hogy feladja, amit szeret, hanem hogy szereti, amit csinál. Egy jó harcos nem tökéletes, nem győz mindig, nem sérthetetlen. A jó harcos nagyon is sebezhető, ezt teszi igazán bátorra. A harcos cselekszik, csak a bolond sír. Nincs olyan, hogy kezdet és vég. Ezek a sorok Dan Millmentől származnak. Milman egyébként világbajnok atléta volt, aki sokáig fürdött a sikerben és a pénzben, látszólag teljes életet élt, amíg egyszer csak találkozott valakivel, aki megváltoztatta a sorsát. Ez a mester rávezette, hogy addig nem élt teljes életet, talán nem is élt igazából. Ha már igazán él, és ezt a történetet a nagy változásról, akár mai vendégemről is mesélhettem volna, bár azt mondjuk nem tudom, hogy neki is volt -e egy ilyen tanítója, egy ilyen mester, aki megváltoztatta az életét. Ezt mindjárt elmondja ő maga. Köszöntöm a stúdióban Horváth Lászlót. Szervus. Szervus. Hát ugye nem véletlen, hogy ez a bizonyos Dan Milman idézet van ott a honlapodon. Neked is mondhatjuk azt, hogy volt egy nagy fordulópont az életedben, amikor amit addig csináltál, arra pontot tettél, mérleget vontál, és úgy döntöttél, hogy innen kezdem máshogy. Így van, így van. Üm, igazán egy konkrét személyhez ez nem köthető, tehát nem mondanám azt, hogy egy mesterem volt, hanem maga a, a ha úgy tetszik, akkor a versenyszerű sportolása, a, sportnak való, a sport kihívásainak való megfelelés mm. volt, a, volt a, az a mester, aki, aki hát úgymond motivációt adott az életemnek. Tehát egy picit segített úgymond megtalálni az utat, mert előtte keresgéltem az utat, és ez sikerült igazán megtalálni. Ez jó volt ez a leírás, amit itt az elején mondtam, hogy hát egy egy, egy vidám, alapvetően jókedélyű bohém csávó, aki viszont hihetetlen nagyokat tud ütni meg rúgni, és hát nem mindig oda rúg és üt, ahova a, 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 kellene, vagy amikor kellene. Én, egy egy Én terős, nagyon finoman fogalmazok. Igen, egy picit erősnek érzem azt, hogy talán kezdetnek jó, hogyha innen indul a beszélgetés, azt mondom, hogy azért jó, mert hogy innen indul, és akkor bele lehet ezt egy kicsit szőni, de én nem érzem ezt most már tizen közel 20 év távlatában nem érzem az életem nagyon fontos részének. Még, még, akkor sem, hogyha ezt egy origónak tekintjük. Nekem is volt egy gyerekkorom, picit el is húzódott talán, de a 20 éveim elején ez lezárult, és, és de egy biztos, hogy a váltás tényleg nagy, ezt nagyon jól látod. Uh -huh. Lehet ezt egy, egy bizonyos időponthoz kötni? Te hogy emlékszel el, amikor azt mondtad, hogy na, így, így tovább, akkor már nem, inkább valahogy máshogy. E igen, nyilván pontosan a, a versenysporttal való olyan intenzív találkozás, hogy napi kettőt, hármat, négyet edzettünk, komoly terveket e tűztünk magunk elé, nagyon komolyan vettük azt, amit csinálunk. Ezért úgy érzem, hogy időponthoz az ez pontosan 18 éve volt. E idén lesz 18. éve, hogy hogy csak a sportnak élek, életmódszerűen, uh -huh. és próbálok egy picit másokat is ebbe az irányba terelni. Ez volt maga a váltópont. Nem is picit. Viszont picit gyermek is voltál. Itt látunk a képen csecsemőként és egészen kis gyerekként egy macival. Nehéz ezt most így elképzelni, hát, hogy miből lesz a Cserebogár. Mesélj egy picit a gyerekkorodról. Hát én Angliában gyerekeskedtem, ami, amit mondhatnék szerencsés dolognak is, de igazán. Túl sokat nem kaptam, ha csak nem a nyelvtudást. Alapvetően innen származik a, az angol nyelvtudásom. Ez egy nagyon szép dolog, de 7 éves koromig majdnem kint éltünk apukámmal, anyukámmal. Uh -huh. Aztán váltak el a szüleim is, és, és hát utána hazaköltöztünk. De a ők magyar amúgy szemre. magyarok voltak? Magyar származásúak Teljesen volt, apukám 56-os magyar volt. Most már erre nagyon büszkén lehet visszaemlékezni, hogy uh -huh. 56-ban volt botrányhős, uh -huh. most arra már nemzeti hős. Tehát te kinni születtél? Nem, nem, fél éves voltam, amikor, amikor szállítottak, kivittek, ahogy, ahogy vihető voltam, vagy ahogy repülőztethető voltam, abban a pillanatban a vitt ki anyukám apukámhoz. És párhuzamosan sajátítottad akkor a magyar és az angol nyelvet? Igen, otthon apukám is elvárt, anyukám is, hogy magyarul beszéljünk, de hát jártam én, előkészítőbe, iskolába, egy első évet jártam iskolába igazán. Uh -huh. egy Egy gyerek voltál? Igen, apukám első házasságában van két nővérem, de velük nem tartjuk a kapcsolatot, uh -huh. vagy nagyon halványan csak. Egyszer említetted nekem, hogy az, amit most ö, szeretnél visszaadni a gyerekeknek, ö, meg mindenkinek, aki körülvesz, és aki hallgat rád, aki elfogadja a, a, a mondókádat, az, az kicsit abból is táplálkozik, amit te nem kaptál meg kiskorodban. Igen, én úgy gondolom, hogy nagyon sok hiányosság volt a nevetetésemben, persze könnyű hárítani öm, ezt a dolgot, és azt mondja, hogy nem én vagyok a hibás, de hát egy gyerek hogy is hibáztatható. Én úgy érzem, hogy voltak ilyen, ilyen hiányosságok, hogy elvált szülők gyermekeként, uh -huh. öm, anyukám nagyon sokat dolgozott, a legjobb szándék vezette, de, de nem ért rá velem napi szinten 6-8-10 órát, akármennyit is foglalkozni és Egyrészt ez volt az egyik probléma, a másik az apai szigornak a, a hiány. Én azt mondom, hogy, hogy, és nem ezt akarom pótolni, hanem az ad egyfajta motivációt, az apakép, az egészséges apakép, az, az egy igen. picit talán húzza a gyereket. Hát nekem ez egy picit hiányzott, és ezért keresgéltem az életemben, úgy Ezek a képek is Angliában készültek? Mit Igen, Igen, igen. Nagyszüleimmel, anyukámmal, apukám fényképezett a baloldali képen, ott, ott, ő azért nem Törincs, látható. Igen. és a jobboldali kép az már, az már itt, hol van, Pécsújhegyen, nagypapámmal, apukámmal. Tehát itt már legalább 6 éves vagy, vagy 7 éves olyan, vagy? Olyan. Ugye? szerintem látogatóban voltunk itthon, mert nyaranként egyszer-egyszer hazajöttünk, uh -huh. tehát ilyen talán háromszor, négyszer voltunk itthon abban az első 6-7 évben. De kisgyerekként jó gyerek voltál? Mert itt most mindkét képen úgy látszik, mintha úgy kellene visszafogni, mert hogy menni. Igen, a kép az teljesen jól adja vissza. Energiával teli kiskölyök voltam, úgy emlékszem. Tehát így tele volt az ellenőrző mindenféle beírásokkal, uh -huh. tanárok ott élték ki az, az irodalmi kis, kis dolgaikat, ott, ott mindig írtak nekem kis verseket, is. Most dolgaikat. meg azt mondják, a gyerekről, hogy hiperaktív pedig. Hát csak mozgékony, és akkor elküldi pszichiát, ez pedig sportolni kell meg. Egyrészt, egyrészt, tehát el lehet kötni az energiákat így is, másrészt, nem tudom. Annak idén nem diagnosztizáltak, tehát nem volt um, hiperaktív um, uh -huh. minősítésem, de, de gyanús ez nekem visszanézve. Amúgy most is ilyen vagy, amióta csak ismerek, mindig pöröksz, mindig sietsz, alig van időd. Uh, milyen tanuló voltál? Ugye általánosban már itt jártál Magyarországon, igen, ha igen, én úgy gondolom, hogy jó, tehát 4,5 fölött volt egyébként. Szerintem nem kellett még annak idején tanulni. Én úgy emlékszem, hogy, hogy nem nagyon kellett tanulni. Az embernek néha a kellett olvasni, volt egy-két ház, amit meg kellett írni, de komoly tanulás nem volt. Uh -huh. Ott az alsó kép az nem az hozza vissza, hogy, ez nem sikerült jól, ez egy beállított kép, ez nagyon fontos. De ezt meg akartam mondani, hogy itt úgy már ilyen tizenéves lehet, hogy nem tudom. Apukámnál voltam látogatóban Londonban. De a, ahogy beállsz, az azért sokat elárul rólad, hogy laza, de mégis kihívó. Van ebben olyan, na gyertek akkor, hogy mit akartok. Volt ennek a képnek, nem találtam meg sajnos a, egy folytatása, amikor a két rendőr karon fog. És, és elvezet. És, igen, igen, de tényleg volt egy ilyen kép, Igaz vícből csak, de akkor is ez, ez létezik. Mikor kezdtél el sportolni? Tehát mikor volt az, amikor ö, úgy döntöttek, vagy a szüleid, vagy te magad, hogy ezzel a, a temérnek energiával valamit kezdeni, kezdeni? Nagyon örülök ennek a, a kérdésnek. Tíz éves volt, amikor elkezdtem birkózni. És azért el birkózni, mert úgy látták, hogy karatézni alkalmatlan vagyok még, mert mert akkor jó részt még felnőttek karatéztak, uh -huh. és hogy egy olyan csapatban nem fértem volna el. És a nagybátyám anyukámnak a testvére úgy gondolta, hogy nekem meg kell erősödnöm, aztán elvisz karatézni. Azért örülök a kérdésnek igazán, mert a birkózásról nagyon picit szeretnék csak beszélni. Nagyon-nagyon komoly alapokat adott, és nem csak fizikálisan, hanem ott voltak olyan birkózó edzőim, akik hát már akkor nagyon-nagyon komoly alapokat adtak. És igazán inkább a, a, a technikai, hogy hogy néz ki egy edzés, uh -huh. hogy mennyire meg lehet szeretetni egy gyerekkel a sportot. Én ebből most nagyon sokat merítek. Tehát nagyon sok olyan készségfejlesztő gyakorlat labdázós gyakorlat van, mászó, kúszó, bukfenszer gyakorlat van, amit ott kaptam meg, és ez én úgy érzem, hogy hiányzik is a kickbox tájbószból, nagy a gyerekekkel való foglalkozásnak egy nagyon komoly része, és én ezt ott kaptam meg a birkózóklubban 10-11 évesen, egészen 14 éves koromig birkóztam. Uh -huh. a, a, képességeiden kívül most kifejtett a sportra vetített képességeit, tehát hogy mondjuk gyors vagy, meg nagyot tudsz ütni, meg egész magasra föl tudod emelni, kinyújtva a lábad, meg én nem értek ehhez, úgyhogy bocsáss meg a laikus csacsiságaid, de, de ezeken a képességeken kívül megvolt benned akkor már 10 évesen az elszántság, a kitartás, vagy mondjuk egy elhivatottság, hogy nekem kell lenni a legjobbnak? Igen, igen, biztos, hogy benne. Emlékszem olyan kérdésekre, amikor, amikor még egész fiatalon elkezdtem tájboxolni, ilyen 15-16 évesen, földetek nekem ilyen kérdéseket, hogy miért cséperem a levegőt ilyen intenzitással. És én tudom, emlékszem, arra is, aki kérdezte konkrétan, és emlékszem a válaszra is. Tehát emlékszem magára a szituációra. Én azt mondtam, hogy mert világbajnok akarok lenni. Erre uh -huh. akkor nagyjából semmilyen kilátás nem volt. Tehát nem vettünk még részt világbajnokságban, így a magyar liga nem volt szervezett magyar bajnokság, még a tájboxnak. Tehát ilyen olyan kilátástalan volt ez, de, uh -huh. de talán már láttam egy tévés közelítésben egy, egy, egy komolyabb versenyt, és tudtam, hogy világbajnok akarok lenni. Ami azóta sem sikerült, de, majd a sportolóim pótolják ezt úgy. Van. De még neked is összejöhet. Ugye a napokban beszélgettünk Lutkiról, ha, ha jól mondom a nevét, aki egy 70 76 kilós sportoló, ha jól sejtem, 46 éves, igen. 70 kilós, és egy, egy 170 kilós box, ez K1-es meccs volt, nem tudom. Öm, volt ez. Alapvetően Tidebox meccs volt, mert volt könnyök használat is, de, de igen, egy K1-es Na minden volt. esetre ez a nagy benga sportoló, ha megengedsz nekem egy ilyen kivel, hát. kidobja, kihajítja a ringből, majd ő visszamászik, és könnyökkel ki, kiüti annál a nála 100 kilóval nehezebb versenyzőt. Na. Hát akkor te miért mondod, hogy te még nem ez Igen, el, igyekszem is igyekszem is. Én, megmondom őszintén, hogy akkor, amikor elkezdtünk sportolni, nagyon kevés verseny volt, és ez nem adott egy folyamatosságot, egy biztonságot. Ezért is volt, jött a 16-7-8 körül egy picit én tengtem, nem találtam meg a, a biztos támaszt. 20 éves voltam, amikor, amikor elkezdtem komolyan versenyezni, akkor már egy picit késő is volt. Tehát én itt, itt le is maradtam egy picit azokhoz képest, akik már tizenévesen elkezdtek komolyan sportolni. Ment is ez 11 két évig, aztán igazán nem visszavonultam, csak hát még ritkább lett a meccser, és inkább edzőként kezdtem el dolgozni, Ar arra kellett koncentrálni, viszont az utóbbi időben is, és többször is eddig is, Igen. hát vissza-vissza kellett térni. Én most is nagyon szívesen mérkőzök, ha úgy tetszik, hát edzéssel is bunyózgatunk, és nyilván, hogy oda kell állni valakivel szemben, én nagyon-nagyon szívesen megteszem ezt. Azért mindenkinek tudnia kell a saját korlátait, tehát azért így öregfiúként kicsit pocakosan, kevés edzéssel, sok edzést levezényelve, de kevés edzésen mm -hmm. részével aktívan, így azért olyan nagy nagyon reményeket nem lehet táplálni. A másik tényleg a pocak mert egy pici sérülékenység is hozzájárul. Ez akkor, azért, rá, akkor rá jön? Én azt hiszem, hogy pontosan attól, hogy húsz évesen kezdtem el csak sportolni, már egy Aha. picit késő volt, de lehet, hogy genetika is. Egy biztos, hogy az embernek tudni kell a maga korlátait, meccselgetek, játszok meccseket, de, de, nem hiszem, hogy ebbe bele fog férni a világbajnokság már. Viszont, viszont, viszont ahogy mondtam, a sportolói már ott tartanak, hogy van ifjúsági világbajnokom uh -huh. alapvetően, de hát vannak sokan akik, akik talán esélyesek arra, hogy szintén. A küzdősport nagyon egyszerű képletnek tűnik. Ugye van két ember, mindenki hozza, amilyen van, képességei legjavát, vagy, vagy, a, vagy éppen amilyen paszban van, és akkor az egyik a végén alul marad. De azért, aki, aki gyakrabban nézi ilyen meccseket, az tudja, hogy ez, ezen is sokkal több. Hát az, a, igen, az újrafelelás képességével több egyébként, mert ugye van egy győztes, akinek nagyon egyszerű dolga van. Elvonul, megfürdik a fényben, megünneplik, és tényleg, de nem lehet mindig győzni. És itt a vesztesekkel kell egy kicsit talán többet foglalkozni ilyenkor. Itt az edzőnek is komoly dolga lehet, de, de ahhoz kell egy, egy nagyon komoly hát mentális felkészültség, érettség, hogy az ember tudja kezelni azt, hogy nem lehet mindig ő a legjobb. Et, ettől több szerintem a sport mint egy sima verekedés. Na hogy... de ugye azt szokták mondani, hogy az anyag mindig engedelmeskedik az erőnek, azért sokkal jobb képességű, de nem ritka, hogy, hogy sokkal gyengébbnek látszó képességű ember simán veri a másikat, mert elszántabb, mert hisz abban, hogy ő lesz a jobb, illetve megnézi, hogy a másiknak hol vannak a gyenge pontja, hogy a másik meg nem nézi meg, mert bízik abban, hogy én vagyok az erősebb. Úgy Most érzem, vissza akarsz egy picit kanyarodni ez a konklútivadar bobstep mérkőzéshez, és nagyon jól tesszük, én úgy gondolom. Hát ez, nagyon le, ez nekem egy varázslat volt. Hát én én ezt végig mindenki számára. Valós, hát ezt én, én még én nem láttam. Mi ott voltunk a helyszínen a paplászló a arénában. nagyon őszintén mondom, döbbenetes volt a helyszínen, tehát tényleg úgy maradt szemem szám, és, és nem tudtam, hogy elhiggyem vagy sem, hogy kis magyar csoda történik. Öm, igen, egyébként azért jellemző ez, mert, mert, nem mindig a fizikális erő. Én, sőt, én úgy gondolom, hogy a, a küzdősportok azok technikai sportágok, és jó részt arról szól, hogy ki milyen technikai és taktikai tudással bír. Tehát én igyekszem ebbe az irányba is terelni sportolókat, mi nem belegszünk, ezt hangsúlyozom, és ezért van is, hogy al alul maradunk, mert jön egy dühös őrült velünk szembe, és néha tehát nehéz ezt kezelni technikailag. De én úgy gondolom, hogy, hogy, az erőviszonyok, idézőben erőviszonyok attól egyenlődnek, ki, hogy a technika, a taktika, az erő, az éppen aktuális mentális felkészültség. Pici, egy picit... Pici lélektani hadviselés belefér ebbe? Ja, vagy az is. Meg egy... neki Mindenképpen, mindenképpen, mindenképpen. Sőt, sőt, tehát egyáltalán, <laughs> nagyon, nagy... sőt, én azt mondom, nagyon sok szempont határozza meg a jó versenyző, vagy a jó sportolónak A, a, a tényleges szereplését, és pont ezért egyenlítődnek ki a viszonyok. Tehát például itt a konkrét Ivadal bobszert meccsen, én úgy gondolom, hogy nagyon egyértelmű az, hogy egy pici kis ember, egy, egy jó szemű kis ember, tehát nagyon élelmes, nagyon éles kis, uh -huh. kis rác, hogyha odafigyel arra, hogy, hogy egyrészt már a felkészülés során, aztán a meccsen is, hogy hogy lehet legyőzni egy nagyot, azért le legyőzni lehet azt a És gónyok, Könyök, és könyökkel ütött, szóval nekem ez, ez, a Ugye hát kisebb a, a mozgás Igen, igen nem ugyanakkor nagyobb a nyomaték, tehát kevesebb az izület, és, és, azért, azért nagyon nagy súly fekszik rá arra a könyökre. amit nagyon fontos, én úgy gondolom, hogy már a felkészülés során is, ő ezt többször el is mondta, hogy rajta marad, próbálja lehúzni fizikálisan, próbálja arra kényszeríteni, hogy hibá hogy fáradjon, és azon keresztül, hogy hibázzon. És ő ezt tervezte. Uh -huh. Tehát itt én, én azt hiszem, hogy nem is technikai bravúr, hanem egy nagyon komoly taktikai bravúr történt. Ez egy, ez egy okos harcos. Igen, form. igen. Ö, igen, egyébként megmondom ezt, hogy nagyon rutinos harcos lévén, konkrétival, arra én úgy gondolom, hogy nagyon okosan adotta ezt meg. Na, itt látunk a képen egy fiatal embert, aki valamiért fontos neked, mindjárt elmondott, hogy miért. Igen, néhány év ezelőtt a, a magyar tájbox vezetőség szervezésében, Rehák György szervezésében Magyarországon járt, kunszuk szaprapom és hát azért ez, fontos, ez a neve volt. Így van, így van. Ez a, igen, igen, okay. nem csak tüsszentettem. <laughs> igen, azt kell róla tudni, hogy, hogy egyrészt én úgy érzem, hogy, hogy nem is ha nagyon nem is speciális barátságba kerültünk, de azáltal, hogy beszélek angolul, próbáltam egy kicsit talán ezáltal is közelebb kerülni <laughs> hozzá. E, nagyon sokat tanultunk tőle. Ő közel 300 mérkőzés nyert tájföldön a két nagyobb um, szövetségben, vagy rendszerben, ő, ő ott volt a bajnokság közelében. E, az, hogy mennyire ügyes tényleg, ezt megtapasztaltuk. Én, én mérkőztem vele, 65 kg volt, én 95 kg, és, és, játszottunk egy mérkőzést is. ami azért volt érdekes, mert hogy alapvetően mind a két, kettőnk kezét emelték a végén, de, de nekem szerintem jobban fájt, mint itt ott. Uh -huh. um, de mibe, mi akkor ő ezek szerint valami erősebb? Mibe, ő lélekbe erősebb? Nem, vagy semmi, semmi. felkészültebb? Vagy micsoda? nem, nem. Um, nyilván a technikai tudása is nagyon magas. Viszont azt kell tudni, hogy az ő élettörténetét azt, azt érdemes nem mondom az enyém mellé, hanem bárki mellé állítani. Három éves korában az első képe az volt valami ilyesmit mesélt, hogy a szorító mellett áll kívülről, és pofozzák a nagyok. Aztán utána a következő, hogy ő áll a szorítóban, és pofozza a kicsiket. És 8 évesen játszott talán az első profi meccsét, 14 évesen felközött Igen, mindjárt. 14 évesen, mikor felközött bankokba, valahol 600 km arrébb lakott, um, onnantól kezdve játszott 300 meccset, 24 éves koráig, amíg visszavonult. Ez egy olyan szintű rutin, mert az mert, hogy ez egy technikai sport, az összes küzdősport technikai mm. sport, egy rutinsport sport igazán. Tehát minél több időt tölt az ember a szorítóban, annál válik nyilván probléma megoldóbbá, annál, annál válik, annál, annál, inkább válik -e. Én úgy látom, hogy ezeket a sportokat, amik közül elég sok keleti eredetű van, amiket te űzöl és oktatsz is egyben, hogy nem lehet csinálni egy bizonyos szint fölött annélkül, hogy valami lelki vagy világnézeti alap is legyen, ami szintén egy, egy valami keleti, keleti eredetű dolog. Ugye beszélgetünk róla, hogy nem igen tudod eldönteni, hogy, hogy a hinduizmus vagy a buddhizmus, de, de talán valami a kettő között, vagy, vagy a kettő együtt. Én... Hát ezt így, így, így lehet ezt jól művelni, vagy ennélkül is lehet, mert csak meg kell tanulni ezeket hát, egy Lehet, lehet, de én megmondom őszintén, hogy az európai emberből úgy gondolom, hogy hiányzik az alázat, a tolerancia, a türelem, és nagyon sok minden, ami, ami kell nem csak ehhez, hanem nagyjából minden technikai sportág elsajátításához, és ez belőlünk, hogy hiányzik, tehát hogy nagyon sietünk valahova, nagyon gyorsan akarunk eredményt, nagyon ö, távolra tűzünk ki a célokat, hatalmas nagy célokat tűzünk ki mindig, amiket általában nem is tudunk elérni. Ettől frusztráltá válunk, föladjuk, eldobjuk, herótunk van tőle. A, 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 miközben az ázsi ember pedig lát egy sokkal egyszerűbb megoldást. Ö, nyilván a ez, mérten próbál tervezni. Sokkal kisebb ö, terveket sző, azokat tudja teljesíteni, ezáltal boldogabbá válik nyilván a lehetőségek megint csak korlátozzák a, 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 terveiket, de nem akarnak világot bejárni, nem akarnak űrutazásokban részt venni. Tehát sok képletesen szólva nyilván Félágos sokkal, sokkal szűkebb a, a, az igényszintjük is, de ezáltal emberként szerintem sokkal nagyobbat teljesítenek. Uh -huh. Tehát sokkal közel maradnak az emberhez uh -huh. szemben Két fényképet látunk, az egyik nyilván egy nem igazi muhamadali. Sajnos nem. Sajnos nem, ugye? Az alsó képen az viszont húsvér boxernek látszik. Igen, um, hát Alival sajnos csak a Panoptikumban találkoztam Londonban, amit nagyon sajnálok, de ott találkoztam a Dalai Lámával is, és, és több komoly kaliberrel. Ernesto Húsztal viszont, viszont Debrecenben egy, egy versenyen, ahol, ahol én is versenyeztem, éppen nem sikerült jól, ezt hozzá kell tennem. Ő csak vendégként volt jelen, de nagyon fölnézek rá, megmondom őszintén, ő is egy nagyon komoly, nagyon kitartó, hát hiszen 40 évesen tavaly vonult talán vissza uh -huh. véglegesen egy, egy, egy komoly sportoló, én úgy gondolom. Mennyire veszélyes valójában ez a sportág, amit ti üztük el? Bödő beszéltem erről, és azt mondta, hogy szerinte a kosarasok meg a kézislányok többet kapnak. Így gondolom. A 80-as évek végén készült egy felmérés, meg nem mondom már, hogy hol olvasom ezt, ahol az egység időre jutó labdajátékokban a sérülések száma értékrendekkel nagyobb, mint bármilyen küzdősportban. Az oka pedig nagyon egyszerű. Mi csak szemből támadunk, a bírói vezény szóra, adott technikával, védőfelszerelésben, adott technikával, viszonylag szabályosan. Szemben a labdarúgókkal csak egy példa, gurul a labda, elvonja a figyelmét, és a másik játékos, és cipővel a várdiában érkezik. Nem vagy eszi, a, arra, vagy a vízilabda, elnövő. hogy mi megy a víz alatt. Hát hát az, az ahol két fülönrágot kell húzni eleve, mert hogy biztosan letépik az egyiket, uh -huh. ott én azt nem is Nem merném megpróbálni komolyan. Hát itt vannak a te büszkeségeid. Mire tanította -e őket tulajdonképpen a sportfortéjain kívül? Mert nyilván a sportokat annak az összes csinyát, binyát megtanított. De mi az a tudás, ami nem a ütésre, rugásra, védekezésre, esésre, hanem valami másra vonatkozik? Mi az, amit átadsz nekik? És miért csinálod -e ezt egyáltalán? Érdekes dolog ez. Én meg kell, hogy fogalmazzam, mert többször föltették már a kérdést, hogy, hogy mi ez is a megfogalmazása ennek, vagy az ideologizálása az ezért, ezért történt meg. Üm, igazán én tudom, hogy ezt, azt a hiányt próbálom pótolni, amit én gyerekkoromban talán, talán gyereke, meg, meg egyáltalán kiforratlan rendszer, meg, meg különböző rendszerhibák, meg saját hibámból is talán nem sikerült úgy, úgy elérnem. Ezek a, például egy csapat. tehát, tehát uh -huh. Mi is lehet annál jobb, mint az ember egy, egy viszonylag egészséges, jó morális értékekkel bíró csapatba jár leedzeni, vagy bármit csinálni. De most az, hogy még sportol is egy picit, az manapság ugye megint csak egy, egy, egy most már ritka szép dolog, hogyha valaki már egy picit tesz az egészségért is. Az, hogy pont egy önvédelmi sportról beszélünk, vagy önvédelmi jelleggel is bíró sportról, az talán megint plusz, az, hogy. hogy... jaj, de aranyos, Megláttad a saját most Ugye, ugye a, milyen ijesztő? a helyes nagyon fontos bár aztán balkészbe kéne fogni a világ, de igen, igen. Hát. Szóval egy biztos, hogy nem erre tanítom a gyerekeket, bár, bár az edzőtáborok, ahol az előző kép is készül, erről is szólnak nagyban, hogy jókat eszünk együtt, uh -huh. de mindenképpen arra van egy csapat, uh -huh. aki egyfelé tart. és, és